A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Magyar lelátó. A magyar sportélet más lelátó szemből. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, önök a Magyar Lelátó Sport magazint hallják, akik gyakorta hallgatják a műsorunkat, pontosan tudják, hogy mi nagyon szeretjük, hogyha a hallgatóink besegítenek nekünk egy-egy vendég választásában. Most is ez történt, egy igazi futball szakírót, szakedzőt, a magyar hagyományoknak a nagy kutatóját hívtuk meg, Ferenc Attilát, nem tudom, hogy neked melyik az, ami a legjobban passzol hozzá, melyik az a státusz. Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, sok titulusom van. Jelen esetben akkor maradjunk a tradíció kutatónál, játékelmélet fejlesztő a titulusnál. Erről is fogunk beszélgetni, de miután egy sportműsorról van szó, ezért nem kerülhetjük meg azt a nagyon friss témát, amely ma került napvilágra. Roderick Dissetéli az Újpest tulajdonosa ugyan sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, a csőd veszélyezteti az Újpestet. Erről mi a véleményed? Az a véleményem, hogy amit Tornyi Bajlabás mondott hajnalába, hogy a rendszerváltás után új klubtulajdonosok azok inkább gazemberek, mint a igazi klubtulajdonosok. Tehát itt is ez történhetett, hogy a, akik rásózták a Dózsa mostani elnökére a klubot, valószínű, hogy pénzmosodának, vagy nem is tudom, minek használták az Egyesületet. De ezt újságban olvastam, tehát ez nem az én véleményem, csak majdnem, hogy szinkronban van ezzel az én álláspontom is. Azért megszokhattuk már, mintha a magyar futballban néha baleknak néznék a külföldi tulajdonosokat, hogy ők majd úgy úgy is kifizetnek mindent, külföldre jöttek, mi meg szépen csináljuk a dolgot, nem? Igen, itt olyan tulajdonosok vannak, akit igazából a futball nem érdekel. Ugye a Dózsa az egy tradicionális klub, aki azt az egyesületet szolgálja, annak máshogy kéne a parággal szemben, vannak kötelezettségei, nem is csak a Dózsával szemben. Innen távol kéne tartani azokat az embereket, akik a saját zsebükre dolgoznak, és nem a szenvedés, az elhivatottság vezeti a mindennapjaikat. Bruckner Lászlóval nemrég beszélgettünk itt a Magyar Lálátulban, és hát halkan és finoman célozgatott a játékos menedzsereket, mint olyan emberek, akik sok tudnak okozni a futballban, erről mi a véleményed? Hát a játékos menedzserek sajnos a rendszernek a velejárói. Az UEFA, én úgy tudom, meg a FIFA dolgozik az ügyön, hogy minél kevesebb befolyásuk legyen a játékos menedzsereknek, de jelenleg egyenleg kiküszöbölhetetlen a dolog. Sőt, még hát arról is hallottam egy-két példát, hogy a játékos menedzser munkája hogy folyamodik össze az edző munkájával, hiszen az edzőtől függ, hogy kit igazoljanak le, és akkor visszaosztják a pénzt. Edző is kap, a elnök is kap, és akkor lehet, hogy azért olyan drágák a játékosok, de hát a Barcelona és a Neymar esetében is valami hasonlót mesélnek. Ha arra kiukadni egyébként, az azért itt húzom a mézes mazagot, hogy a futballunknak nem csak szakmai válsága van, hanem mint a igen komoly etikai erkölcsi válságban is lennék. Igen, van, van erkölcsi, morális válsága is a labdarúgásnak, de én mindig azt mondom, hogy alaphelyzetben a, a magyar futballnak a mérepülésének a kiinduló oka az, hogy a labdarúgó kultúra megszűnt. És a labdarúgó kultúra az egy szellemi termék, szokások, értelmezések rendszere, ha röviden definiálnám, és minden további tényező, hogy erkölcsi és morális válság van a futball, vagy, rú, vagy rossz az infrastruktúra, vagy még sorolhatnám, hogy rossz az újságíró, vagy a dilettáns az egyeseti vezető, tehát csak mindent mondanak az emberek. A lényeg, hogy ezek az utóbbi tényezők, ezek katalizátorok magában a rendszerbe, ami felerősít egy folyamatot, vagy lassít egy folyamatot, de nem okozói ennek a válságnak. Egy egyszerű példát mondanék, Brazíliát vegyük mintapéldának, ahol éppen Romário most nyilatkozott, ami szintén szinkronban az én fel Fogásommal, hogy korrupt vezetőkkel van tele egész Brazília, és ennek ellenére a brazil kultúra él és virul, pusztán azért, mert az edző és a játékos, aki a labdarúgó kultúrát csinálja, azok a tradícióikat tovább viszik. Tehát még egyszer mondanám, hogy minden olyan ok, amire előszeretettel hivatkoznak a nem felkészült edzők és szakemberek, azok csak erősítik a folyamatot, vagy lassítják, de nem okai a magyar labdarúgás válságának. De akkor jogos a kérdés, és felmerül, hogy mi a mi labdarúgó kultúránk, ugye pont ebből áll a te munkád. Ha ezt röviden ezt tudod Foglalni, azt Távolabbról kezdeném, hogy a sikernek három tényezője van a kultúra technológia organizáció. Ez mindenben egyébként? Ez nem teljesen e, indiferens, mert ez az antropológusoknak a tanítás, ezt a Jánbor László hozta be. Meg kell nézni, hogy melyik nemzetek maradtak föl a történelem folyamán, és mindenhol a kultúra technológia organizáció hármasban vélték felfedezni, hogy kik a túlélők és kik azok a nemzetek, amelyek eltűntek. Na most a labdarúgásban a kultúra megjelenési formájátékpán az a játékstílus, és ez a stílus az reprezentálja azt az amit az adott népnek a felfogása, amit vall a játékról. Most a kutatásom sem is kiderült világosan, hogy konkrétan, ha az aranycsapat játékstílusát nézzük, az a, azok a stílus jellemzők, az teljesen szinkronban vannak a magyar nyelvnek a stílus jellemzőivel, a magyar népzenének a stílus jellemzőivel, a magyar népmesének a stílus jellemzőivel. Mondok egy pár dolgot. Érzelem gazdag kifejezés kifejezésmód, kreatív, váratlan fordulatok, magas színvonalú forma nyelv. Ez... Bo megkérdezem, akkor a görögök unalmas emberek, mert a futballuk unalmas ugye megfigyelhető, hogy ők nem váltogatják a rendszerüket, ők egy masszív védekezésből mennek fel, amióta legalábbis én görög futball szoktam nézni, nyilván te jobban tudod, de ez akkor le lehet fordítani arra, hogy ők milyen emberek? Hát valószínű, hogy az adott nép hasonlóképpen gondolkozik a polgári életben is, mint a futballpályán. Meg kell nézni például egy, egy német népdalt, amiből van nem tudom pár száz darab, és meg kell nézni a magyar népdalt, van 12 vagy 20 ezer darab, amit már regisztráltak, és meg kell nézni a, a, harmoniáknak a fölépítését, vagy a népmesén. Hát az Andersen népmese az egy Történet, míg a magyar népmesénél a győz az igazság, háromszor adja vissza mondjuk Ludas a Döbrögi mond vissza. Tehát a lényeg a lényeg, hogy az eszüket használják a, a, a mesehősök, és a magyar futballnak a stílus jellemzője a 20-as években ész futball titulussal minősítették. Tehát ezt nem utólag találjuk ki, hanem ezt ők írták önmagukról abban az időben, hogy olyan szellemi tartalmat nyert a, a világ labdarúgásában a Dunamenti iskola, a közép-európai játékstílus, amiknek egyik reprezentása magyar válogatott volt, ami az ész titulust viselte magán. Továbbra is Ferenc Attilával beszélgetünk. Mi mikor vesztettük el a labdarúgó kultúránkat? Hol volt az a pont, ami, ahol kicsúszott a kezünk alól, a lábunk alól? A dolog rém egyszerű, mint ahogy a 70-es években begyűrözött a olajválság. Hát ugyanezt történt a stílus kiinduló labdarúgó kultúrák, ilyen Brazília és Magyarország a 60-as évek végén kerültek válságba. Brazília 66-os végén került válságba, nálunk 69-ben datálják a mársei válságot, amikor stílus kiinduló pontú labdarúgó kultúrákat utolérte és kényszerpályára küldte a kondicionáló kiinduló pontú labdarúgó kultúrák, akik nem a játékra helyezték a hangsúlyt, hanem a, a játéknak a küzdelmi részére helyezték a hangsúlyt, és úgy fölgyorsították, megszakították a játékot a védő munkájukkal, hogy arra nem tudott választ adni a 60-as évek végén se a magyar, se a brazil labdarúgó kultúra. Tehát még egy mondatom lenne, hogy mi nem viccből voltunk mi az 50-es években a Európa braziljai mert ez a két nemzet hasonló fölfogás van a labdarúgásról. Ez például a brit futball, a fizikálisan őreik elkértetted? Igen, a, a, brit futball és a brit futballból származó különböző játékstílusok. Tehát ilyen játékstílus például a, a, németes, a skandináv, az észak-európai játékstílusok, akik a kondi helyezték a, a játéknak az értelmezését. De most a 60 es évek végén a magyar labdarúgás. Brazília jó választ adott a problémára, mert ő azt mondta, hogy a mi stílusunk jó, csak modernizálni kell, és amit mi nem tudunk, azt át kell venni, amit viszont Európa nem tud, azt meg ők sose fogják átvenni. És a dolog eredményt hozott, 70-es években, 70-ben már VB-t nyert Brazília, mi meg a 70-es VB-re már kise jutottunk, 74-ben szintén nem jutottunk ki, és meg lehet figyelni, hogy a, ahogy válságba került a magyar futball, a testnevelési egyetemen 60 es évek elején indult egy edzők Képzés. Ezeknek az első generációja 60-as évek végén került ki az iskolából. És a válság ideje után került hatalomra az az edző generáció, aki alapjában meghatározta a magyar futballt. Ez mezei doktor és társaihoz köthető, az Alkandrás, Götlbéla, Bacsó István és társaihoz, akik egy olyan gondolati rendszert terjesztettek el Magyarországon, amely minden labdarúgó problémát kondicionál, és nem a játék tudás felől közelíti meg, és ezért jutottunk oda, ahova jutottunk. Tehát gyakorlatilag, bocsánat, az edzőképzés felelős alapjaiban, aki megváltoztatta a magyar labdarúgó a gondolkodásmódját, áttransformálta a gondolkodásmódját, Röviden úgy fogalmazhatnék, hogy a szintetizáló labdarúgó gondolkodásból egy analizáló típusú labdarúgó gondolkodást csinált, aminek a végeredményét láthatjuk, hogy azóta is parkoló vagy lejtőn van a magyar labdarúgás. Több kérdés is eszembe jutott, ha megengeded, akkor még egy kicsit a brazilokra visszaugranék. Ugye bár ők exportálják úgymond a legtöbb labdarúgót a világon, ez mennyiben jelent például náluk problémát az, hogy a stílust úgy is megtartani, hogy például a legjobb 20 éves játékosaik mondjuk a Sáktár Dunyászban játszanak egyébként, vagy legalábbis egyéb más európai klubok. A stílusnak a megléte az, az igazából annak a függvénye, hogy ki milyen kvalitású játékos. Tehát ha barconából kiveszük messzit, Xavit érni ezt, tehát a stílus ugyanaz marad. Ezek a nagy tudású játékosok, akik viszik a csapatot, azok az eredményességet határozzák alapjába meg. Tehát a, barconás stílusát nem, tehát Brazíliában hiába veszik ki a legjobb brazil játékosokat. Azok a játékosok magát a stílus nem viszik el, mert az benne van ottani gondolkodásmód. hogy egyszerű példát mondani, a Budatéti Oldboys csapatába futballoztam, játszottunk a Brazil Követség munkatársaival. Hát ha láttál még mozgássérült embereket, azok a pont az ellenfélné voltak. Nálunk aránylag képzett játékosok voltak, csak miután ők a brazil iskolán nevelődtek föl, ők tudták, hogy mit tudnak, ezért amikor tudta az ügy, hogy tőle három méter elpattan a labda, akkor ő úgy helyezkedett, hogy 8 méterre legyen a tőlünk, vagyis mindig át tudta venni a labdát, mindig arrébb tudta tolni, sose rúgták fenékbe. Nálunk meg mi volt? ha nálam volt a labda, és röviden akartam adni, akkor a társam beindult, ha hosszan akartam adni, akkor éppen felém jött. Tehát nálunk közműködési zavar volt, és gyakorlatilag az ügyetlen brazilok úgy levertek minket, hogy csak nyomoztuk a labdát. Továbbra is Ferenc Attilával beszélgetünk itt a magyar látóban. Mi a megoldás? Tehát most földig kell rombolni a magyar edzőképzés, és teljesen új építeni, ekkora a baj, vagy talán ki lehet küszöbölni a te meglátásod szerint, mert baj, meg őszintén biztos vannak olyanok, akik vitatkoznak a te ez a szép a futballban, mindenki máshogy látja. Hát ez ennyien, mert lehet nyugodt vitatkozni. Csak nem hát én vitatkozom. Azok, igen, nem, nem, Neked mondom, aki vitatkozik velem, az nyugodtan vitatkozhat tudnék ebbe. Ezen a területen sajnos senki nem végzett rajtam kívül kutatást. Tehát maga a dolog is nonsens, hogy én, aki nem a labdarúgásból éltem, mondjuk most egy fél éve elmondhatom, hogy van állásom a szövetségnél, de, de igazából nem ebből éltem. Tehát nem az én feladatom lett volna az, hogy a magyar labdarúgás fejlődésnek 110 éve után én fedezzem föl azt a tudásbázist, amit elődeink ránk hagyományoztak. Most, hogy a kérdése is válaszoljak, hogy mi a teendő. Alapjaiban, tehát, hogy mondtam, a labdarúgó kultúra eltűnt, kultúrát kéne teremteni. De ez az iparág összes szereplőjére vonatkozik. Tehát egy egységes játék kéne kialakítani mind a szurkolónál, mind a média szakembernél, mind a szülőnél, mind az egyesületi vezetőnél, mind a játékosnál, mind az edzőnél. Ennek csak egy szegmense, hogy az edzőképzés, mint olyan egységes iparági tudást közvetítsen a hallgatók felé. Mert ugye a mezélyéknek sajnos ezt nem sikerült megoldani, az egységes iparági tudást. TF-nek olyan edzőket képeztek, ugye a tf egy standard szöveg, hogy én adom a tudást, te integráld a tudást. Na most ez azt jelenti, hogy én tárgyi tudást adok át neked, az egyes tudásokat kösd össze, hát ha jó kötötted össze, akkor szerencséd van, hanem akkor meg pekhed, és akkor így jártál. Na most a másik út, a szó szerint az, hogy utat mutatok neked, hogy hogyan kéne gondolkozni a labdarúgásról, és ugye ez elődeink szellemi örökségét kéne tanítani. Na most ebben az esetben konkrétan brazilokra rátérünk, a kultúrának a megléte az iparág összes területére hat. Egyszerű példát mondok. Ugye Brazília úgy szervezi a játékot, hogy nem úgy, mint Európa, hogy erőket gyenlő a játéktérre, hanem azt mondja, a döntőhelyen döntőfény vagyis a játékos a labdához pozíció Játékát, és nem a posztjához. Ennek a képzésnek az eszköze a futcál, vagyis a versenyrendszer már a futcára van építve. Ha a futcál a versenyrendszernek a kiinduló pontja, akkor az infrastruktúra fejlesztés is a futcára megy. Ha az edzőképzés vagy a képzésnek a része a futcál, akkor már az edzőképzés olyan edzőt képeznek a kért a nagylapályás labdarúgáshoz és a futcálhoz is. A rehabilitációnál, ahol bokapasszokról van szó, ott szintén más a megközelítése a dolognak, mint hogyha a küzdelmi részre van kihegyezve a dolog, hogy párharc, ugye a brazilok azt mondják, hogy sérülésmentes párharcmentes játékot kell folytatni, nem az mert fáj nekem, hanem ne, kerül, ne kerüljek ütköző pozícióba, meg kell nézni a barcelánál, senki nem tud szerelni jó formán az ellenfélből, mert mindig úton van a védő. A lényeg a lényeg, hogy a kultúra megléte, vagyis a brazil stílus, mint sportág irányzat, az egész iparágra, a szervezettől kezdve a fölépítményig mindenre hat. És ezért mondom, hogy nem csak az edzőképzést kéne megreformálni, hanem az edzőképzés vezetésével, mert azt jól látod, hogy a kultúra teremtés csak két tényezőt végrehajtani, a játékos és az edző. Tehát az egyesült Vezetőse tud kultúrát alkotni, ez a két tényező. Tud, tehát nekik a gondolkodását kell átalakítani, akik hathatnak az iparák többi szereplőire. Legyen a partnerünk hirdesen nálunk, vagy támogasson bennünket. 12 rádió szerte az országban több mint 100 ezer hallgató. Érdeklődni a hirdetés hirdetéskukatcmagyarlelátó.hu címen, vagy a 0620-2250-es telefonszámon lehet. Várjuk jelentkezését! Említetted, hogy nem csak az hanem a hanem médiánál és a szurkolóknál is kell kultúra teremtés. Én az utóbbiak kérdeznék rá, hogy ez mit jelent, hogy az MLS most a szurkolókat próbálja megreformálni, de én nem vagyok benne biztos, hogy te is pont erre gondolsz, amire a szövetség. Nem, de hát egy egyszerű példát mondanék, hogy a Ferencváros szurkoló tábora őrködik gyakorlatilag az eszme fölött, a Fradi eszme fölött, ahol nélkül, hogy ő tudna róla. Hogyha kimegy a szurkoló, és látja, hogy Davidzon milyen focit csinált a Fradinál, és elüldözi. Aztán jön a mitől a Kuntics, vagy a Geleimre, vagy nem tudom, kik voltak tovább. Edzők, és előbb-utóbb elüldözte az edzőket, mert, mert egy olyan játékot produkált a Fradi, amiről ők érezték, hogy nem jó. Most azért nem mondom, hogy tudták, hogy nem jó, hiszen a mai szulkoli generáció nem látta még az ebedléket, vagy már az ebedlé nyilasi generációt játszani, és az én olvasatomban a Ferencváros utolsó Fradi hagyományai tükröző csapata ez a csapat volt. De a sidírusnak vannak egy nem csak formai jellemzői vannak, amit az ebedlék megjelentettek, hanem a tartalmi jellemzők. Ugye ilyen a Fradi szív, az azonnali támadás, az ellenfél stb. 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 Ezt a szurkolótábor érezte, és ha ezeket a stílus jellemzőket nem látta viszont a csapaton, akkor az edzőket elüldözte. Tehát a fradi szurkolótábor, ilyen szenten, vagyis beszéltünk szurkolótáborokról, tehát a szurkolótáborok is tudnak örködni az eszme fölött, anélkül, hogy ők tudnának róla. Meg kell nézni a Moniz példáját, aki lehet, hogy nem volt eredményes a Ferencvárossal, azonban elindított egy kultúra teremtési folyamatot, és nem viccből szerette a Monizt a Ferencváros szurkolótábora, nem a fradi csodálatos játék miatt, hanem azért, mert fölfedezte azokat a stílus őket, amiket már tíz év a várt. De egyébként Ricardo Moniznál, anélkül én tényleg őszintén kedveltem, de ez mondjuk pár hónapig tartott utána, mint egy kicsit azért visszafogott volna, hogy ez egy egész -e a szörnyű tragédiák kapcsolatban is elmondható, de talán még kicsivel korábban. De amire ki akarok adni, hogy nem lehet, hogy elsősorban az ő hihetetlen szenvedélyét szerették, és nem pedig azt, hogy milyen játékot játszott ott a Fradiva, hiszen az utolsó tíz meccsén, amit menesztették, ott nyoma nem volt már annak a Ferencváros régi stílusát jellemző játéknak, hanem valószínűleg csak azért követelték vissza, mert egyszerűen egy hihetetlen szereti való figú. De ez a szenvedély a csapat játékáján látszott, az lehet, hogy nem jól játszott a Ferencváros, tehát a, a, meccsen, lehet, hogy a stílusnak a formai jellemzői nem jöttek vissza. Sőt, nem lehet, hanem biztos, hogy nem jöttek vissza. Ellenben a tartalmi jellemzői az, hogy a Fradi az utolsó percig ment, és ő sose adta föl, és ő nem hezitált. Ha vezetette egy nulla, akkor be akarta rúgni a másodikat. Tulajdonképpen a Fradi sokszor lekontrázták, és azzal verték meg. Tehát Fradi csinálta volna azt, amit a győr beveri az első gólt, azt visszáll bekelni, és akkor unalmas meg. Se lejátszik, de ugye a Moniz tisztában volt azzal, hogy ez, ez, nem a Ferencváros. A régi Fradi is egyébként az Alberti idejében úgy csinálta, hogy megnyomta az elejét, kettőnő volt ide, ha véletlenül kettő egy lett, akkor megint megnyomta. Kettőnő után elkezdtek szórakozni, és elkezdtek a közönségnek játszani. Ugye én még láttam ezt a bajt a Ferencváros. Továbbra is Ferenc Attilával beszélgetünk itt a Magyar sport magazinban. Ma. a kérdés, hogy ha a válogatottak megfelelő futballkultúra szerint játszanak, akkor a kluboknak is ezt kell tenniük, hogy a válogatott még jobban játszon, vagy ez egy hamis, fals gondolatmenet? Ez a gondolkodás, ez minden élő labdarúgó kultúrában jól lenne. És elmondom, hogy miért nem pont teljesen jó Magyarországon. Tudnék, a világ labdarúgásában hat darab karakteres labdarúgó stílus van, az angol, a brazil, a német, az olasz, a holland és volt a magyar. Milyen az egyedül, amelyik kihalt? Minden labdarúgó kultúra általában egy stílust jelenített meg. A brazilok brazilul játszottak, olaszok olaszul, hollandok hollandul. Ellenben Magyarországon több karakteres stílus jelenítődött meg, tehát a magyar edző stílusban gondolkozott. A Ferencváros stílus más volt, mint az MTK stílus, az MTK más volt, mint a Dózsa. A többi csapat ezt a saját játékos az illesztette, így az nb 1 a stílusok csatája volt. A stílusok között egy közös kiinduló volt a játékosság, vagyis a magas technikai színvonal és a játék kezdeményezés. Tehát a magyar nb 1 ben Elvileg Fradinak vissza kéne térni a hagyományaihoz, ami egy másik iskola, mint az MTK, -é, és a Dózsának és a Honvédnak, sőt még a Rábájtónak is az MT, a kialakított egy tradicionális iskolát. Ezeknek a csapatoknak kötelességük lenne visszatérni a saját hagyományaikhoz, és játszani a saját stílusukat. És itt jön be Baróti Lajos tanítása, aki azt mondta, hogy a válogatott játékstílusa az mindig a vezető csapatok játékstílusát vegye át. Ha éppen mondjuk a Ferencváros a baj, lenne a bajnok, akkor a Ferencvárosnak a stílusát kéne átvennie. Ha Dózsáé, akkor azt a kéne átvennie. Most jelen esetben, hogy a Pintér a stílusról nem is hallott még szegényként, ő, a rendszerbe já játékrendszerbe gondolkozik, ami egyébként nem biztos, hogy rossz, mert is vannak olyan kultúrák, tehát a holland, a brazil, vagy nem a brazil, hanem az angol, ők játékrendszerbe gondolkoznak, tehát az is lehet eredményes, de az én olvasatomban, amit Holly Csödön a 20-as években, a válogatott edzőnek kultúra teremtési kötelezettsége van, vagy kultúra továbbvédési kötelezettsége. Na most sajnos a Pintér ilyen, áll, ilyen kinevezésével kapcsolatban a magyar labdarúgás elveszteget megint pár évet, mert a kultúra teremtés megint elhalasztódik. Viszont ugye volt arról szó, hogy külföldi szövetségi kapitány legyen Magyarországnak. Ez a kultúra teremtés szempontjából valószínűleg nem lett volna szerencsés, mert mondjuk Fred Rütten valószínűleg nem tud sokat a magyar futballkultúráról. Hát ő nem, de hogyha mondjuk brazil típusú edzőt hoztak volna ide, vagy, vagy a Szóza is jó lett volna, aki filozófiába Igen. gondolkozik, aki ezt fölismeri, vagy a monizis, aki magyar filozófiába gondolkozik, ez, ez, teljesen jó lenne. Na most visszatérve még az előző szurkolói kérdése, itt megemlíteném, hogy a komikusnak tartom, mondjuk a fradiszív.com, a Kolárik Józsi barátom, aki a szurkoló, és gyakorlatilag ebben a magyar kultúra, labdarúgó kultúra teremtésbe, amin én dolgozom, ő aktívan részt vesz, és komikus, hogy egy szurkoló gyakorlatilag többet tett már a magyar labdarúgó tradíció felélesztését, mire az az edzőgeneráció, aki nem tudom hány prolicenszer -re rendelkezik, és még a ingyen átadott könyveimet se olvasták el, mert mondjuk konkrétan a magyar tradíció Könyvembe ezért elosztottam, és körülbelül az edzők 30%-a elolvasta. De, de mekkora a respekted magyar edzői társadalomban? Nézd, én az MLS edzőképzésénél vagyok elvileg alkalmazva, de engem mai napig nem vesznek komolyan, még most sem. És ennek mi az oka? De a dolog rém egyszerű, hát nem olvas el a könyvem, akinek el kéne, és nem ismeri fel a benne lévő tudást. Tehát ilyen egyszerű. Tehát se ismerte föl mindenki, hogy a relativitás elméletével nagy dolgot csinál. Sajnos az új tudást létrehozóknak, mondjuk mi nem ilyen én vagyok, mindig meg kell küzdeni az aktuális rendszernek a, a tudás szintjével. Azért kérdezem, mert felmerülhet mondjuk egy sima mezői szurkoló szemébe, hogy úgy tesz a Ferenc Attila jó dolgokat mond, de ha ekkora nagy edző, akkor miért nincs mondjuk legalább egy mb csapata? A lehetőségeket ezt nem én adom magamnak, tehát én oda még edzőnek, ahova hívnak. Ha nem hívnak, akkor nem tudok menni edzőnek. De ráadásul ilyen egyeseti vezetők engem nem igazán ismernek. Tehát az, hogy az interneten terjen róla egy-két felvétel, is ott is, mert a, a lelkes szurkolók egy része, az egy dolog, de az egyeseti vezetők azok nem igazán ismernek engem. Továbbra is Ferenc Attilával beszélgetünk itt a magyar látóban. Szeretném, hogyha a beszélgetésünk utolsó részébe egy kicsit a magyar válogatottról beszélnénk. Ugye játszottunk a finnek ellen egy mérkőzést, ahol kettő-egyes feleséget szenvedtünk. Azt hiszem, legalábbis az én személyes véleményem szerint, hogy ott nem az eredmény volt számomra a legfájóbb inkább a játék. Véleményem a következő, hogy vissza kell térni a, a, az Egervári vagy az azt megelőző időszakhoz tudnék Az 50-es években, amikor a magyar labdarúgó válogatnak voltak edzői, az egyes edzők, akik váltották egymást, az egymás munkájára tudtak építeni. Tehát volt a Sebes, utána jött a Bukovi, aztán a Baróti, és még a Baróti is mondta, hogy az arancsapat játékára épített, és amikor jött már Tihi Albert Glöröcs, akkor módosította a stíluson, de volt egy váz. Na most itt komikus a helyzet, hát átvett egy válogatottat, hogy három dolgozott vele, és az égatta világon körülbelül nulla felé konvergál az a munka, amit elvégzett, mert egy területvédekezés nem bírt leoktatni a válogatottnak. Most ugye vicc, szerencsétlen pintér, a nulláról kezdi az oktatását, mind a területvédekezésnek, az alap a csapat alapjátékának a kialakításának. Tehát ezt a kategóriát az Ege hogy alapjáték, nem is ismeri. Tehát a válogatottnak a szalai nem viccből nyilatkozott, hogy, hogy esetleges volt a játék, és mindent a játékosra bízott. Na most a pintér ezen fordított, és ő, ő megkreálja a játékot, és neki sajnos nulláról kell építkezni, nem tud építkezni az előző szövetségi kapitány munkára, nincs is kontinuitás az, egész magyar labdarúgásban ilyen szempontból. Tehát egyik oldalról szeretném megvédeni a pintért. A másik oldalról, amit már az előbb elmondtam, hogy pintér sajnos nem stílusban gondolkozik, hanem játékrendszerben, és ugye a két dolog az nem ugyanaz, nem ugyanaz a szint. De gondolkodik játékrendszerre a világos, csak mondjuk én szerintem szegény Baróti és forog a sírjába, amikor egy ilyen védekező vágatottat lát. Tehát inkább az én véleményem szerint, és szerintem szurklók ebben egyetértenek, hogy inkább kapjunk ki négy egy a Finnország ellen, de legalább legyen valami támadásunk, ami, ami nézhet. Igen, csak a futballnak az a problémája, hogy a, a magyar edző a labda támogató játékot nem tudják leoktatni. Tehát Kalocsi a mesteredző, 90 évesen beszéltem, az egyik tanítása, azt mondta, hogy futballban a legfontosabb a labda nélküli játék elsajátítása, és ez még Kilászló László hozzáfűzte, hogy mert nem az játszik, akinél labda van, hanem akinél lesz. Na most a magyar edzői garnitúr ezt az oktatást nem tudja megoldani, a védekezést az spintér már le tudja oktatni. Bölöni Lászlóval elvileg tárgyalt a Magyar Labdarúgó Szövetség, sőt, ő mondta, úgy, hogy lehet ezt készfőznek is venni. Erről László Csabával is beszélgettünk itt a Magyar Látóban, és ő azt mondta elvileg, Csányi Sándornak, hogy megnevezte azokat az embereket, akiket el kéne onnan vinni, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és megnevezte, milyen változások szükségesek, és mondott egy időintervallumot. Majd el se jutottak a következő lépésig a tárgyalásnál, mondták, hogy akkor a kiárat az arra felé van, Bölöni úr, köszönjük. Te örültél volna például személy szerint? Mert Bölöni Lászlóra lehet mondani, hogy mégis magyar, de kívülről jött, nem pedig ebben a furcsa, hát hogy mondjam, maszlagból. Hát én igazából a Bölöni László gondolatét nem ismerem, de feltételezem, hogy komolyabb gondolatokkal rendelkezik, mint, mint a, akiket a szövetség. De a szövetség szerintem eleve rosszul közelíti meg ezt a szövetségkapitány kapitány kiválasztást. Tudnék, azon az úton indult el, hogy szövetségi kapitányok jelentkezzetek, adjátok be, hogy ti mit csinálnátok. Na most a dolognak nem így kéne működni, hanem mondjuk úgy, mint a videótonnál Kovács Feri bácsi, ő azt mondta, mikor kiválasztották az edzőt, hogy Gomeznek is elmondta, hogy a videótonnak milyen játékstílust kell megjeleníteni. Le tudja oktatni? El. Akkor bemaradt a pixisbe, utána kiválasztották a Gomez. Tehát a szövetségi kapitány választásnál is meg kéne, mintha hogy másnak is van egy leírása, ha le kéne írni, nem az eredményességet kell leírni, hogy az mi legyen, azt is le lehet írni, hanem le kell írni, hogy a csapat milyen stílust jelenítsen meg. Ha a válogatott nem reprezentálja ezt a stílust, akkor az edző rosszul dolgozott. Ha meg kell nézni, Dol idejött, még nem is látta a fradi játékosokat játszani, már a pepsifoci.hu weblapon nyilatkozatában elmondta, milyen stílus szeretne viszont látni, és a szurkoló nem vak, számon tudja kérni. Tehát ez nem kell szakembernek a stílusnak, pont ez a lényege, hogy az, az, nem szakmai kérdés, mert az a dilettáns szurkoló is látja, mert az a rendszernek az összhatása. Tehát a dilettáns szurkoló is látja, hogy ez brazil stílus, az meg barcona stílus, a másik meg angol stílus, a harmadik meg, a az meg német stílus. Tehát ez nem kell szakembernek látni, hogy ezt fölismerjük. Lehet mondani, hogy tulajdonképpen akkor az MTK az egyedüli csapat, legalábbis én náluk látom az elmúlt tíz évben, hogy szinte mindig ugyanazt játszották, és ezért tudják akkor gondolom én ilyen könnyen beépíteni a fiatalokat. Pontosan, tehát ott, ott a játékrendszer a lényeg, az az MTK tradíciót vitték tovább, amely hajdanába 20 as években jellemezte a, az MTK labdarúgását. Tehát a Kovács Feribácsi bácsi mesélte nekem, hogy ő mosolyog az, hogy hajnottessünk ma Messi-éktől, meg egyebek, vagy a Barcelona játékától, mert ők már 20-as években ezt az MTK, 50-es években szintén ezt játszotta, és a stílusnak pont az a lényege, hogy azt játszottam 10 évvel ezelőtt, és azt fogom játszani 20 év múlva is. sok kérdést még engedj meg, már céloztam rá korábban, hogy mi lehet a megoldás de tulajdonképpen ezt a futballkultúrát úgy fogalmazta az interjúban, hogy elvesztettük. Ez végleges, vagy ebből még valahogy ki lehet törni? A dolog nem egy bonyolult dolog. minél, ahogy mondtam, a polgári életben mi így gondolkozunk, mi magyarok. Tehát a, a, amikor megtanulunk magyarul, a magyar nyelvnek a szerkezete, logikája az pontosan ugyanaz, mint a futballunknak a logikája volt hajdanába, vagyis a józan paraszti eszünket kell fölvenni és átültetni a labdarúgásra. A, sajnos az a baj, hogy a labdarúgó vezetők, amíg a polgári életben józan paraszti észre gondolkoznak, ahogy a futballba kerül a, a munkásságuk, azonnal valami olyan gondolkodási módot vesznek föl, amivel gyakorlatilag csak kárt okoznak a magyar futballnak. Tehát a dolog, dolog nem lefutott, van remény. Van egyébként rajta kívül még olyan, aki ezzel küzd, vagy legalábbis hasonló álláspontod van az említett szurkolón kívül? természetesen van. Hát többen vagyunk, mi az edzői generációból is van egy-két lelkes fanatikus, akik átvették ezt a gondolati rendet, és megértették ennek a lényegét. De még egyszer mondanám, itt nem Ferenci Attila gondolatairól van szó, itt Kovács Feri, Verebes József, Barot, bácsi, és a többi gondolatait. Én annyit csináltam, hogy a tudást összeszedtem, és egyé szerveztem. És semmi más nem csináltam. Tehát ennek a igazságtartalmán még csak el sem lehetne gondolkozni, hiszen ez eredményt szállított 70 évig. Tehát ehhez a gyökerekhez kéne visszatérni, és ennek szerint szellemére kéne a magyar futballt újra fölépíteni. Hát akkor kívánom, hogy visszatérjünk hozzá. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Kedves hallgatóink, Ferenc Attila volt a vendégünk, akit lehet, hogy egyszer még a labdarúgást Einsteinnek fogják nevezni. Ennek a Magyar Látó Sportmagazint hallották. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, a főszerkesztő műsorvezetőt, Marti Zoltánt hallották. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra, viszont látásra magyar lelátó. A magyar sportélet más lelátó szendő. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.